A táska elkészítéséhez biztos, hogy szükség lesz egy alapra. Én egy kész alappal dolgozom, ezt egy lakberendezési boltban vettem. Ez egy tányér alátét, aminek átmérője 38 cm, és ez lesz a táskának a külső oldala. Aztán biztos, hogy szükség lesz bélésre, én sejembélést használok ennél a táskánál, kezdőknek javaslom a pamut anyagot, bármilyen pamut alapú anyag megfelelő lesz. Biztos, hogy kelleni fog cérna, poliészter cérnát használok, béléshez feketejét, a külső oldalhoz pedig világos szürke színben. Kelleni fog még cipzár, egy 40 cm-es cipzárt használok, ez egy nem bontható műanyag cipzár, és színben megfelelő, mert látszani fog a táskában. Illetve a díszítéshez bármilyen kiegészítőtök, amit, amit otthon találtok, fülbevalót, amit nem használtok, csípke, bármit rá lehet applikálni, itt. Tényleg csak a fantáziátokra bízom, hogy mit fogtok rátenni. Első lépésként szabókrétával körbe rajzoltam az alapomat, majd ezt kiszabtam. Van rá nem hagytam rá, erre most nincsen szükség. Amikor a bélés kiszabásával meg vagyunk, én magamnak egy kis zsebet teszek a belső oldalra, hogy ilyen kis apró rúst, meg kulcsot bele tudjak tenni egy külön helyre. Úgyhogy először ketté hajtom a bélésemet, és akkor így szemre rátettem, tehát szemmértékkel rátettem a, a zsebet. A zsebnek a magassága az 10 cm-es, hossza pedig 17 a zsebnek a tetejét először letűztem, tehát ezzel kezdtem, a többi oldalt bevasaltam, hogy minél könnyebb legyen majd a felvarrása, ugyanis egy egész csúszós anyagról van szó, úgyhogy ezt először visszaszegtem. Majd ha ez is megvan, akkor gombostűk segítségével rá tűztem a megfelelő helyre, ahova bepozicionáltam a zsebet, és körbe tűztem, körülbelül egy mm távolságban a széltől. A zsebben körülbelül a harmadánál egyenesen levartam, tehát készítettem egy másik kis részét, hogy ide a, a rúst, meg ilyen kis apró dolgokat bele tudjak majd pakolni. Következő lépésként ráhelyeztem a bélést a külső oldalra, hogy középen legyen, majd gombostűk segítségével rá fixáltam, ráaplikáltam. Itt bevallom őszintén, egy picit nehéz dolgom volt, ugyanis ez a külső oldal, ez egy egész kemény felület, úgyhogy az ujjatokra majd vigyázzatok, a gombostűvel dolgoztok. Ha esetleg vannak ilyen kis csipeszeitek, azzal talán könnyebb lesz majd a munka. Ezután a varrogép mellé ültem ismét, és körben levartam a szélt, körülbelül egy talpnyi szélesen az oldaltól, úgy, hogy kicsit meghúztam alul a bélést, hogy mindenhol feszüljön. A széltől körülbelül egy -a jó 10-12 cm-re én még tettem rá még egy ilyen fixáló tűzést, hogy a bélés nem mozduljon el majd használatkor, de ez teljesen opcionális, hogyha megcsináljátok, akkor még stabilabb lesz majd a bélés belülről. Ha ez a lépés is megvan, akkor egy hegyes olló segítségével levágtam a fölösleges részt, ami a bélésből kilógott, úgy, hogy egy pici kilógjon a, a külső oldalból, tehát kilátszódjon. A következő lépés a cipzárnak az előkészítése lesz. Szétnyitottam a cipzárat, és a visszáján fogok dolgozni, tehát a hátoldalán fogok dolgozni. Ezt ferdepántal fogom bevonni. Ehhez fogom a ferdepántomat, és ráborítom, beborítom az oldalát, és ahogy mondtam, a visszája van felül, tehát a cipzárnak a hátoldala van felül, ugyanis belülről, a, amikor majd kinyitjuk a táskát, akkor a cipzárnak a visszája fog látszódni, úgyhogy ennek kell a szebbik felének lennie majd. Most, hogy a cívzárral is megvagyunk, itt azért jól látszik, hogy a cívzárnak a teteje az a fekete színnel van varva, de ez teljesen nem probléma, mert nem fog látszódni. Úgyhogy a következő lesz a feladat, félbehajtom a táskámat, és bejelölöm a felező pontot, ezek csak ilyen jelölési pontok lesznek, mind a két oldalon be fogom jelölni. Majd ezután az aljától, a táskának az aljától körülbelül egy olyan 12-13 cm-t fölmérek, innen fog majd kezdődni a cipzárnak az eleje, és ezt ugyanezt megcsinálom a, a másik oldalon is, tehát 12-13 cm nem kell, hogy teljesen végigérjen majd a cipzár a táskán, mert is sokkal kényelmesebb lesz, nem fognak kiesni belőle a, a cuccok. Ha a jelölések megvannak, akkor pedig a kezdőponthoz illesztem a cipzárnak az elejét, és itt fogok majd rajta végigmenni, úgyhogy a cipzárnak a fogazata az kilógjon. Varrásnál javaslom, hogy használjátok cipzárvarró talpat, akkor könnyebb lesz. Nálam most azért nem látjátok, mert balos cipzárvarró talpar nem rendelkezem, úgyhogy e, hagyományosan, tehát a hagyományos talpal én így végigmentem rajta, így is nagyon szépen befogta a cipzárt, úgyhogy nem volt vele probléma. Ha az egyik oldal kész, akkor a cipzárnak a végét, ahol megálltam, tehát nem teljesen mentem végig rajta, hanem hagytam egy kis helyet, hogy ki lehessen majd nyitni a cipzárat, és még egyszerűbben belehessen var a cigizárnak a másik oldalát, úgyhogy ezt bejelöltem, ezt az illesztési pontot illesztettem a másik oldal illesztési pontjához, és a vége felől kezdtem el varni. Tehát szépen illesztettem úgy, ahogy a, az előző oldalt, illesztettem mindent, és akkor úgy mentem végig rajta. Utolsó fázisként pedig a hiányzó oldalakat tettem egymásra, és ezeket kell összevarni. Itt precízen tegyétek egymásra a két részt, hogy ne logjon túl egyik se, és egyszerűen az oldalhoz közel, végig kell rajta menni. Ezzel a táska alapunk megvan, innen pedig következhet a díszítés része. Én most egy fülbevalót fogok használni, amit nem használok, vagy nem használtam, úgyhogy ezt fogom ráapplikálni, ezt egyszerűen beleszúrtam, úgy, hogy a bélésen ne menjen keresztül, és akkor egy fogó segítségével a fülbevalónak a kis hegyes részét azt így elhajlítottam, és akkor ez így benne maradt tökéletesen. És ezzel elkészült a táskánk egy szuper nyári kis táskáról van szó. Remélem tetszett a videó, és el fogjátok készíteni, ha igen, akkor tegeljetek be Instagramon, és akkor látni fogom az elkészült műveket. Köszi, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!